Fél éve találkoztunk a 4 éves Ábrissal és édesanyjával. A kisfiú SMA-ban, gerincvelői izomsorvadásban szenved. Akadálymentesítésre is kérhetnék az új otthon felújítási támogatást. De azt mondják, nincs pénzük, hogy belevágjanak. Idén havi alig 112 000 forint a nettógyod, a gyermekek otthongondozási díja. És az anyuka legfeljebb fél állást vállalhat mellette. Mi hitelképtelenek vagyunk, tehát amiről ugye beszélgetünk itt, támogatás, az ugye egy visszatérítendő összeg. Tehát előtte azt a pénzt ugye nekünk kell valamiből előteremteni és előre megfinanszírozni ezt a kiadást, és majd utána igényelhetnénk belőle vissza valamit. A Bankmonitor szerint havi 150 000 forint nettó jövedelemtől kaphat kölcsönt, aki a legmagasabb 3 milliós támogatást szeretné önerő nélkül. 6 milliót kell felvennie 10 évre. A legkedvezőbb szabad felhasználású jelzáló hitel havi 60 000-es törlesztővel indul. Ez akár fél év után 27 000-re csökkenhet, ha a felújítást befejezik, az állami támogatás megérkezik, és teljes egészében a kölcsön előtörlesztésére fordítják. Előzetesen kell tisztáznia, hogy ő jogosult-e a támogatást igénybe venni, mert a bank nem fogja vizsgálni, amikor odaadja neki a hitelt. Ha felvette a hitelt, megigényli a támogatást, és ezt valami miatt nem tudja megkapni, akkor utána egy magasabb hitelösszeggel fog együtt élni. Kiderült, azok járhatnak a legjobban, akiknek lakástakarékpénztári megtakarításuk van. Ez részben ugyan állami támogatásból gyarapodik, mégis teljes egészében felhasználható önerőként az új otthonfelújítási támogatáshoz. Így 50% helyett akár több mint 60%-kal járulhat hozzá az állam a munkálatokhoz. Benyújthatóak-e ugyanazok a számlák a lakástakarékpénztári elszámoláshoz és az otthonfelújítási támogatás igényléséhez is? A válasz igen. Érdemes előre számolni. Egy átlagos 50 négyzetméteres panellakásban kicserélhetik a burkolatokat, a szigetelést, a radiátorokat, a konyhát vagy a fürdőszobát is felújíthatják, illetve új tapétákat is választhatnak 6 millió forintból. Ha kertes házban élnek, másképp kell számolniuk. A házak esetében viszont ennek a 6 millió forintnak sokkal hamarabb a végére lehet érni, hiszen egy szigetelés, a nyílászárók cseréje akár a teljes támogatási összeget felemésztheti. Az otthonfelújítási támogatást januártól igényelhetik házas párok és egyedülállók, ha van legalább egy gyerekük.